Továbbra sem vezet be korlátozó intézkedéseket Szekszárd polgármestere a koronavírus járvány miatt. A Tolnai megyeszékhelyen és a környéken levő kirándulóhelyeket továbbra is lehet látogatni, a megfelelő szabályokat betartva, jelentette be Ács Rezső a város polgármestere. A városvezető elmondta, több ezer maszkot, 31 ezer kesztyűt, 250 liter készfertőtlenítőt szerzett be eddig az önkormányzat, és nagy részét ki is osztották az egészségügyi és a szociális szektor munkavállalóinak, valamint az önkormányzati dolgozóknak. Eddig összesen az időseket és a tanulókat is beleértve közel 700-an kértek ebédet, de csak 20 szülő igényelt gyermekfelügyeletet. Ács Rezső felhívta az iskolavezetők figyelmét arra, hogy az elkövetkező időszakban megnőhet azon szülők száma, akik felügyeletet kérnek, mert elfogy a fizetett szabadságuk. Erre pedig fel kell készülniük az iskoláknak. A városvezető kiemelte, a szekszárdi önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a lakosságot és a cégeket. Ennek érdekében 10 millió forinttal megemelték a szociális kiadásokra szánt forrást, amiből többek között adománycsomagokat tudnak adni rászoruló családoknak. A helyiek és a vállalkozások segítése érdekében pedig ingyenessé tették a parkolást a városban, és 3 hónap moratóriumot kaptak a kereskedők, vagyis legközelebb júliusban kell fizetni bérleti díjat. Ahogy a taxisoknak sem kell most 3 hónapig közterület használati díjat fizetniük. Ezzel kívánja a város segíteni a cégeket, hogy könnyebben vészeljék át a vírus miatti forgalomkiesést. Ács Rezső azt mondja, a költségvetést is módosítani kellett a válsághelyzet miatt. Bevételi kiadás oldalon is kalkulálni kell ezzel. Ugye a helyi adóbevallásoknak a határideje eltolódott, ez például a likviditásban azért gondot fog nekünk majd némiképpen okozni. De azt tudni kell, hogy az előrejelzések szerint, a cégek nyilatkozatai szerint körülbelül mondjuk iparűzési adóból ilyen 700 millió forint körül bevételkiesés lesz, vagy 700 és 1 milliárd között. Mindennel együtt úgy számolnak, hogy 1,5 milliárd forint esik ki a 7 milliárd forintos költségvetésből a válsághelyzet miatt. Ács Rezső kijelentette, minden beruházást, amit lehet, elhalasztanak most. Az állami vagy uniós támogatásból megvalósuló beruházások azonban nem állnak le. Így például megépül a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő is. Bár az Éljen Szekszárd frakció tagjai lakossági tiltakozásra hivatkozva igyekeztek megakadályozni, hogy elindulhasson a munka, ami a városvezető szerint azért érdekes, mert a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság februárban még támogatta ezt a beruházást. Látjuk az ellenzék működéséből ezt a béna kacsa effektus, hogy maguk között nem tudnak megegyezni projektekben. Én azt gondolom, hogy jövő vonatkozásában az alapegészségügyi ellátórendszer fejlesztése egy fontos és létkérdés lesz. Ács Rezső közölte, a 4500 beteget ellátó orvosi rendelő meg fog épülni.